Felvonultak a Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium végzős tanulói a Nagykállói Városi Sportcsarnokban. A diákok középiskolás életük egyik legkülönlegesebb alkalmából gyűltek össze, hiszen számukra is megrendezték a szalagavató ünnepséget. Ez a hagyomány csaknem 200 évre nyúlik vissza hazánkban. Selmecbányán rendezték az elsőt. A szokás elterjedt az egész országban, és ma már elképzelhetetlen a középiskolai élet a szalagavató ünnepség nélkül. Ilyenkor az osztályfőnökök a végzős diákok szíve fölé tűzik az iskolától való elválást szimbolizáló szalagot, mellyel a tanév végéig mutathatják majd a külvilágnak, hogy gimnáziumi tanulmányaik végéhez közelednek. Az ünnepség idén is szokásos elemekkel zajlott a Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium diákjai számára. Mindig van egy forgatókönyve, most azzal egészül ki, hogy a Nyíregyházi Egyházmegye képviselője, Grunda János atya is fog szólni egy-két gondolattal, illetve Trejla Tibor lelkiigazgatónk is fog egy pár mondatot, illetve ő fogja megáldani a szalagokat. Tehát egy más színfoltja lesz az egésznek. Én úgy gondolom, hogy jobb kezekben vagyunk, mint régebben. Hány osztály és hány diák vesz ma részt a szalagavatón? 4 osztályunk 92 diákja. Ők kapják meg a szalagot, ami sok mindent jelent. Egyrészt szimbólum, egyrészt egy emlék nekik, hogy ide járhattak, a másik pedig egy figyelmeztetés, hogy itt van az utolsó véghajrá az érettségi, és ott meg kell, hogy feleljenek, és az álmuknak megfelelően akkor tovább tudnak tanulni, vagy esetlegesen a munka világában el tudnak helyezkedni. Miért fontos a szalagavató egy iskola számára? Hát amint említettem, egy hagyomány, egy ünnep, és egy olyan színfoltja mindig a szalagavató az ünnepségeinknek, ami a második a ballagás után. Azért is fontos, mert itt a gyerekek jobban el tudják engedni magukat, ott nem hirtelen hip-hop pár nap múlva a ballagás után következik, ugye az írásbeli, a magyarral utána a matematikával. Itt még van idejük, van egy fél évük, hogy fel tudjanak készülni a megmérettetésre, és a szalag mindenképpen azt jelzi számukra, hogy ők a végzőseink, ők fognak ballagni, ők fognak érettségizni. Igazgató úr, hogy látja, beletekintette a szalagavatós próbákba, táncokba, lelkesek-e a diákok? A diákok nagyon lelkesek, azt kell, hogy mondjam. Tehát szép produkciók vannak, igen, itt voltam a főpróbán, úgyhogy azt tudom mondani, hogy aki itt van, az szép élményekkel fog távozni. A szalagavató ünnepségek elmaradhatatlan eleme a tánc. A diákok nagy izgalommal várták, hogy megmutathassák az összegyűlt családtagjaiknak, rokonaiknak és barátaiknak a sok gyakorlás eredményét. Minden osztály igyekezett olyan produkcióval készülni, amely a személyiségüket is tükrözi. Mivel készültetek a szalagavatóra? Ez is egy vegyes tánc, és ez, ha reméljük, a közönség figyelni fogja azt, hogy a szöveg mit mond, mert ez a szöveg az életre utal, és arra, hogy úgymond mindenki maradjon mindig gyerek és önmaga. Hogyan zajlott a felkészülés a szalagavatóra? Szerintem minden osztályban van egy olyan pillanat vagy nap, amikor a tánctanár meg az osztály teljesen szétesik. És ez nálunk is megtörtént, de utána jött ez a hatalmas nagy összhang. Számodra miért fontos a szalagavató? Miként éled meg ezt az eseményt? Kétértelműen, mert ez az utolsó évem, érettségi, és borzalmas itt a stressz, és hogy miért ebbe az évben van. Másrészt meg felszabadító, hogy ez az utolsó év, és kilépek a nagyvilágba. Az osztálytársaim készültek, külső szemmel tudtam őket figyelmet, ugyanis a táncban sajnos nem veszek részt, mert kisebb problémák akadtak, de nem problémai, láttam őket, nagyon erősen izzadtak, készültek folyamatosan, nagyon ügyesek, és nagyon szuper minden. Milyen nálatok az osztályközösség? Szerintem nálunk a legjobb az osztályközösség, hiszen a mi osztályunk az igazán különleges összetéte, ugyanis dráma és általános, csupa egyéniségek vagyunk mindannyian egyesével, és szerintem ez így van rendjén, és ezért ilyen jól működő, nem veszekedtünk egyáltalán szalagavató előtt, nagyon jól ment minden. A műsor nagy sikert aratott az összegyűlt vendégek körében. A diákok ezután gőzerővel készülhetnek a tanév végi nagy megmérettetésre, az érettségi vizsgákra.